Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. A következő kísérlettel a szilárd testek hőtárulását szemléltetjük, mégpedig az úgynevezett térfogati hőtárulást. Térfogati hőtárulásról akkor beszélünk, hogyha az adott szilárd test minden irányban tárul, tehát nem csak hossz, hanem mind a három irányban megnövekszik a térfogata. A kísérlet szemléltetéséhez egy olyan eszközt használunk, ami egy golyóból, illetve egy hozzá illeszkedő lyukból áll. Figyeljük meg, hogy melegítés előtt ez a golyó éppen átfér ezen a lyukon, hogyha szépen óvatosan engedjük. Ezután a golyót melegítjük egy borszaszégő segítségével, és megfigyeljük, hogy a térfogata a melegítés hatására hogyan változik. A borszaszégő lángjába helyezzük a gömböt, és várunk egy kicsit, hogy kellőképpen felmelegedjen. A melegedés hatására, mint tudjuk, a testek térfogata megnő, így értelemszerűen ennek a golyónak a térfogata is nagyobb lesz, miközben felmelegszik. Az, hogy a térfogata megnőtt, azzal próbáljuk majd szemléltetni, hogy a lyukon, amin az előbb, mint láthattuk, szépen átfér, most már megakad, és ha elengedem, akkor szépen megtartja. Tovább melegítve, még egyszer kipróbáljuk, megfigyeljük a jelenséget. Tehát a golyót megtartja a lyuk. Na most ezek után, hogyha a lyukat is, tehát ezt a kör alakú lést is melegítjük, akkor meg lehet azt figyelni, hogy ismét át fog férni a golyó, hogyha kellőképpen felmelegítettük ezt a tehát ismét átfért. Ezzel azt is szemléltettük, hogy a különböző üregek, rések, lyuka úgy tárulnak, mint hogyha folytonosan anyaggal lennének kitöltve. Ezért van ez például, hogy egy üres edény, miközben melegítjük, szintén úgy tárul, hogy a térfogata közben nő. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!